A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel köszöntöm Önöket, megismételte a tavalyi bravúrt, és ismét ott van a férfi röplabda bajnokság döntőjében a MÁV Előre Foxconn csapata, és ismételten a Kaposvárral néz majd farkas szemet a székesfehérvári együttes, ahol egyébként történt egy vezetőedzőváltás is a közelmúltban, de ezt a, hogy úgy mondjam, akadályt is könnyen vette a csapat, vagy legalábbis nem érintette meg a változás szele negatívan, és a fináléba jutott tehát a férfi röpi csapat, a fehérvári férfi röpi csapat, és az együttes játékosával, centerével, Eleke Péterrel beszélgettek itt a Bajnokok Városában. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. És hát gratulálunk az ismételt döntőbe jutáshoz. De felvetődik a kérdés, hogy ez mondjuk számodra még bravúr-e, vagy már kötelező? Nekem már ez úgymond kötelező. Nekem már csak ez az egy úgymond arany hiányzik a repertoáromból. Ezüstöm van, bronzom van, én már egy aranyat szeretnék, így 29 évesen. Beszélünk majd a korábbi pályafutásodról is, mert hogy ennek jelentős részét ugye a fővárosban egy másik egyesületnél töltötted. De hát egész jó időszakban tértél vissza, mert a MÁV Előre aranykora kezdődött akkor, amikor te és Pesti Marcell többek között visszatértetek, vagy ideigazoltatok a MÁV Előréhez. Hát eddig hogy értékelnéd ezt a szezont? Mennyire ment simán? Olyan szempontból ment simán, hogy amit tudtunk, azt megnyertünk. Voltak nyilván nehézségeink, de mivel 3 vagy 4 kupaporondon indultunk, mind a MEVZA kupa, mind a Challenge kupa, mind a Magyar kupa és a Magyar bajnokság, úgyhogy mind a 4-ben helyt kellett állnunk. Azt hiszem, ezt megtettük tisztességesen, és sajnos a kupában a Kaposvár ellen elvéreztünk, de remélem ezt meg tudjuk bosszulni itt a bajnoksági döntőjében. Hogy érzed, mennyire készít fel a legélesebb mérkőzésre a magyar bajnokság? Gondolok itt arra, hogy a döntőben a legerősebb csapat ellen kell helytállni. Ugye tavaly sikerült itthon borsot törni a Kaposvár orrára és szépíteni a döntős párharcban, de nyilván a győzelemhez, a végső győzelemhez, az aranyéremhez ennél több kell. Milyen kvalitású a többi csapat, mennyire készítenek fel a nagy csatára? A többi csapattal kapcsolatban az a helyzet, hogy többi-kevésbé fiatal játékosaik vannak, úgy, mint nálunk is, de nálunk van egy pár kiemelkedő külföldi játékos, aki úgymond húzza a csapatot a hátán. És ugyanez megvan a Kaposvárnál is. Várható volt, hogy ez a két csapat lesz idén is itt a döntőben. Nagyon az ellenfelekről csak annyit szeretnék mondani, hogy mindegyik a tudása legjobbát nyújtotta, és egy-kétszer borsot is törtek az orrunk alá. És ezek a fiaskók, vagy ezek a hullámvölgyek milyen tényezőknek voltak tulajdonítva? A fáradtságnak, az utazásnak, mert ugye, mint már említettem, Svájcban is jártunk, Spanyolországban is jártunk, utána jöttünk haza bajnokikat játszani, utána utaztunk megint tovább, úgyhogy kicsit macera volt. Igen. A több fronton való szereplés az sokat kivett belőletek. Ehhez megfelelően mély a játékos keret egy ilyen 4-es terheléshez? Megfelelő a keretünk hozzá, de vannak sérültek, vannak, akik jobban elfáradnak, tegyük azt föl, például
az Ambrus Bencének egy bajnoki meccsen eltört a kis ujja. Nem is tört, hanem kificamodott. És utána ő nem tudott kb. 2 hónapig játszani, edzeni. És akkor kezdődött el egy ilyen viszonylagos kisebb sérülés hullám. Valakinek a térde fájt, van akinek a háta fájt, válla, és akkor ez a sok így összejött, és ebből adódóan kicsit vesztettünk a koncentrációban, meg a győzni akarás. Tehát ez a mentális fáradtság kiütközött azért némileg fizikális, az mindenképpen fizikális értelem. Te magad egyébként mennyire vagy sérülékeny? Lekopogom, nem nagyon vagyok az. Egy-kétszer nekem is előfordul, hogy fáj ez az amaz, de szerencsére a fizioterapeutánk és a masszőrünk is nagyon rendben van. Sőt, még a erőnléti edzőnk is olyan edzéseket rak össze nekünk, mind a kondiba, mind bemelegítésnél, hogy kellő, megfelelő formában érkezünk oda a mérkőzésre. Ugye, ahogy te is említetted, azért vannak légiósok a csapatban, de azért a játékos keret egy része nagyon is fehérvári kötődésű, nagyon is saját nevelősű, és annak idején te is innen Székesfehérvárról indultál el világot látni, és hosszú időn keresztül a MAFC csapatában röplabdáztál. Neked hogyan kezdődött a röpi, és mikor Fehérváron, hány évesen? 13 éves lehettem, amikor még általános iskolába jártam, és onnan volt egy testnevelés tanárom, a Voga János, és vele mindig vagy fociztunk, vagy röplabdáztunk, vagy hokiztunk, bármit, csak mozogjunk, neki ez volt a mentalitása. És nekem megtetszett a röplabda. És én már tudtam, hogy melyik középiskolába fogok menni, volt a Bugatta áltagintézmény volt, és én már oda elkezdtem járni edzésekre, még 8. koromban, és az ottani edző, a Kovács Mária tanárnő fölfigyelt rám, és ő azt mondta, hogy te igenis röplabdázni fogsz. Nekem meg tetszett a sport, magas voltam már akkor is, és hát így indult el. Ugye Voga János, a rádiós műsorvezető, zenész, dalszerző. Így van. Mi az, ami téged megfogott egyébként a röplabdában? Hú, hát ez nehéz. A magasságod azért megvan. Az megvan meg hozzá. Nem tudom. Én mindig szerettem a labdajátékokat. Én kosaraztam, fociztam, vízilabdáztam is még kicsiként, de egyszerűen a röplabda fogott meg. Nem tudom miért. Hogy kerültél Pestre? Itt Fehérváron ugye az utánpótlásban játszottam, MB2-ben, és az akkori vezetőedző Novák László keresett meg azzal, hogy kéne neki egy center. Kaptam az alkalmon, fölmentem Pestre, fél évig edzettem velük, fölvettem az első osztálynak a ritmusát, és onnantól kezdve fél év után már én voltam ott a kezdő. Nyilván azért a röplabda Székesfehérváron is meglehetősen ismert sportág, és nektek köszönhetően, meg a televíziós közvetítéseknek, meg a sikereiteknek köszönhetően, ha úgy tetszik, reneszánszát éri, ha bár utánpótlás szinten eddig is ez volt a jellemző. De most azért a felnőtt csapatok veletek együtt, ugye a hölgyek is elég szépen szerepelnek a bajnokságban, szóval van egyfajta reneszánsz, de az ismeretterjesztés kedvéért, meg azok kedvéért, akik még annyira most nincsenek otthon a röplabdában, a centernek mi a feladata? Ezt magyarázd el, kérlek. A centernek az a feladata, hogy blokkoljon adott játékosok prioritásban vannak, hogy ők támadó centerek vagy blokkoló centerek. Én személy szerint blokkoló center vagyok, Ambrus Bence csapattársam, ő támadó center. Mi feladatunk, hogy olvassuk az ellenfél feladójának a játékát, próbáljunk mindenhova odaérni, blokkolni, és ha úgy van, akkor mi is befejezzük a támadást a lehető leggyorsabb módon. Hát akkor a labdától nem illik félni egy jó centernek, igen, vagy annak, aki center akar lenni, ugye? Mert ott azért csapódik a labda elég rendesen. Csapódik, amikor jön elég keményen, elég kemény ütések vannak. A centernek ugye hát azt szokták mondani, hogy kanyar az ujja, ilyen szempontból. Nem egyszer-kétszer tört már el nekem is, ujjam, fogy szamodott ki.
sajnos ez vele jár, bekötjük, játszunk tovább. Mondtad, hogy olvasni kell a feladó játékát. Ez hogyan lehetséges? Csak őt figyeled, és a periférikus látásodban a többiek mozgását is? Vagy figyelem a labda ívét, hogy jön be a bejátszás, hova megy a bejátszás, előzőleg már a taktikát a videós elemzésen már átbeszéljük, megnézzük, hogy a feladó melyik állásból mit szeret adni, vagy mi a bevált standard feladása, és ezek alapján, meg a tapasztalat alapján, ami megvan, igazodunk a játékhoz. Ez nagyon érdekes, mert ezek szerint a röplabdában is azért nagyon komoly szerepet kap a videóelemzés. Igen. De ez egy dolog. De ott a mérkőzésen, magas pulzussal, oxigénhiányos állapotban azért nem feltétlenül jut eszébe az embernek, hogy most a feladó abból a posztból mit fog csinálni. Vagy igen? Vagy hogy van ez? Mesélj ennek a lélektanáról, mert ez nagyon érdekes. Hát az olyan helyzetekben, amikor már a hőfok nagyon magasan van, és 20-20-nál mondjuk minden feladónak megvan, hogy mit adhat, idézőjében mit adhat, vagy mit szeret adni. Ez olyan szempontból jó nekünk, centereknek, hogy mi már tudjuk, idézőjelben tudjuk, már csak oda kell érni. De hát egy ötödik szedben, 15-13-2-nél már édes mindegy, hogy mit csinálsz, de megvan a prioritás akkor, hogy amikor magas az adrenalin szint, hogy a feladó most ezt fogja adni, akkor oda megyek. Akkor csak kizárólag arra koncentrálunk. Sokat kommunikáltok a meccs közben, tehát igen. Játék közben? Igen. Enélkül gondolom, hogy minden nyitás előtt, amikor állunk elől a hálónál, és takarjuk az ellenfelet, ahova nyitunk, ott beszéljük meg, hogy te egyedül blokkolsz, én megyek ide, én figyelek a centerre, a négyes helyre, szóval ilyen kommunikációk vannak. És még hátrafelé a védekező felé is mutatjuk hátul, hogy ki mire mit blokkolunk. A számomra a röplabdában az egyik a csapategységet jelképező legszebb pillanatok azok, amikor minden labdamenet után összejön a társaság pacsizni. Ott ez miért fontos? Nem tudom. Mondtok ilyenkor valamit? Nem. Itt csak pacsi, és hogy együtt vagyunk. Csak az örülés, csak az ordítás, kiaválás, mert minden meccset csapatként tudunk megnyerni. Nem egyénileg, hogy ő jó volt, a többi jött rossz, ilyen nincs, csapatként tudunk minden meccset megnyerni, és ehhez az kell, hogy egymást tüzeljük. Egy adott pont vagy blokk után, akkor összefutunk, kiabálunk, örülünk, és utána már az, aki nyitna, már annak is föl van az adrenalin az agyában, és akkor már jobban tud teljesíteni. Ez mind ahhoz kell, hogy egyre jobban és jobban föltüzeljük egymást. A mostani csapat miben különbözik a tavalyi döntőbe jutott együttestől? Komplex játékot tudunk játszani már. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy megvan egy fajta játékrendszerünk, amit még a Dávid Zoltán fektetett le. Próbáljuk azt tovább vinni. Nyilván az új edző is hozott valami újat Olaszországból, ahonnan ő érkezett. Nem akar nagyon belenyúlni a taktikánkba, de az apró kis elemeket azért belerakott ő is az ő tudásából. Az edzőváltást, azt hogy éltétek meg? Ez ugye a közelmúlt... Egyeseket megtört, úgymond, akkor egy-két hétig azért volt egy-két hullámvölgyünk, de utána már megbeszéltük csapat szinten, összejöttünk, leültünk, megbeszéltük a dolgokat, hogy igenis, tavaly is döntőbe jutottunk, másodikak lettünk, idén ezt bosszoljuk meg, és menjünk neki a Kaposvárnak. Mesélj az új edzőről. Ki ő? Hallottuk, hogy Olaszországból érkezett. Olaszországból érkezett, Omar Piellio, argentin edző, 15 éve volt Olaszországban, ahonnan őt is menesztették, azt hiszem, az előző csapatától, és a vezetőség megtalálta, és idehozta.
A karakterében mennyire tér el Dávid Zoltántól? Itt is beszélgettem annak idején Dávid Zoltánnal, és hát azért az hamar kiderül, hogy egy meglehetősen erős karakterű határozottság jellemzi, a maximalizmust követeli meg a önmagától és a játékosaitól, egyáltalán mindenkitől, aki a közelében van, és ez úgy nagyjából is egészében sugárzik ki belőle. Ehhez képest milyen az új? Kicsivel visszafogottabb, nem annyira határozott, mint amilyen az atya volt, de ő is megköveteli tőlünk azt, amit nyilván tudunk, és meg tudunk tenni a pályán. Többé-kevésbé az ő habitusa kicsit visszafogottabb. Szóval annyira nagyon nincs nagy különbség. Mi, ami a korábbi vezetőedző öröksége, amit itt hagyott a csapatnak, ami belétek ivódott által? Csapategység. Az, hogy mindig egymásra számítunk. Bárki jön, bármi jön, mi mindig együtt vagyunk. Az a 14 játékos, aki ebbe a keretben van, az mindig összetart. Nincs az, hogy klikkesedünk, hogy ők itt vannak, ők ott vannak, nem. Mi mindent együtt csinálunk. Hát abszolút megy a szekér, hiszen ismételten ott vagytok a fináléban, a magyar bajnokságban, a Kaposvár ellenében, úgyhogy izgalommal várjuk a finálét. Az mit jelent, vagy az okoz-e nehézséget, hogy sokszor nem tudtok Fehérváron játszani, mert ugye nemzetközi kupában sem mindig volt alkalmas a Vokcsarnok. Szóval, hogy ezek az átmeneti otthonok, ezek mit jelentenek számotokra? Előtte 2-3 nappal már leszoktunk menni, hogyha új helyszínen vagyunk, így Tatabányára, a úti csarnokban, amikor ott játszottunk, akkor már 2 nappal ezelőtt, meccs előtt lementünk, edzettünk 4-et abba a csarnokba, és a meccs reggelén is még edzettünk 1-et, úgyhogy mondhatom, hogy az első meccs az még furcsa volt abban a nagy csarnokban, de szerencsére vettük az akadályt, és onnantól kezdve már megszoktuk. De a bevesztendert szokás mindig az, hogy ha új helyszínen vagyunk, akkor 1-2 nappal előtte lemegyünk, edzünk 4-3-at, és akkor utána mehetünk a meccsnek. Itt a csapat mekkora hányada él közvetlenül a röplabdából, és hányan vannak azok, akik egyébként mellette civil foglalkozást űznek, vagy netán tanulnak? A fiatalok, ők még iskolába járnak. Talán a csapat fele az, aki 70%-a az, aki... Tehát aki profi. Aki profi, és csak a röplabdának él, igen. A többiek ugye fiatalok, még tanulnak, középiskola, egyetem, stb. Ugye ők napközbeni elfoglaltságot, tanulást teszik ki. Általában mi a heti programja egyébként egy profi röplabdázódnak? Jelesül neked napi? Egy-kettő edzés? Napi két edzés, attól függ, hogy milyen periódusban vagyunk. Most a rájátszásban napi egy edzésünk van. Van, amikor 2, de hát az a reggeli kondi, és akkor utána délután egy labdás edzés, de így, hogy 3 naponta vannak a mérkőzések, így nagyon nem tudunk sok minden újat mutatni egymásnak edzésen, úgyhogy haladunk az árral. Napi egy edzésünk van most már. De ezelőtt az alapszakaszban, amikor még voltak kisebb-nagyobb kihagyások, akkor napi szinten majdnem, hogy mindig 2 edzésünk volt. Számodra mit jelent az, hogy fehérváriként, saját nevelő játékosként szerepelhetsz a MÁV Előre Foxconnban? Én amikor hazajöttem ide Fehérvárra tavaly, akkor is elmondtam, és most is elmondom, hogy én fehérvári vagyok, én itt nőttem fel, ismerem az utcákat, mindenkit, majdnem mindenkit ebben a klubban. Nekem ez egy öröm, egy hatalmas megtiszteltetés, hogy én itt lehetek Fehérváron, és ha úgy van, még itt is fejezhetem be a pályafutásomat. Akkor, amikor visszaigazoltál, akkor nagyjából milyen jövőt vizionáltál ennek a csapatnak? Nyilván az ember mindig a legjobbra törekszik, tehát
nem úgy van vele, hogy hát, nem tudom, maradjunk benn, vagy jó a középmezőnye, nem azt mondja, hogy másszuk meg a csúcsokat. De azt gondoltad volna, hogy az első szezonodban visszajössz, és már is bajnoki döntő? Gondoltam volna, meg gondoltam is, igen, mert a Dávid Zoltánnak a mentalitása már akkor is, sőt, egész életében neki az volt a mentalitása, hogy amit ő elkezd, azt ő a legmagasabb szinten végig akarja vinni, és az első évében följutatta már előrét az első osztályba. Igen. És onnantól kezdve pedig elkezdte építeni azt a munkát, meg azt a csapatot, aki odaérhet a döntőbe, és oda is értünk a döntőbe tavaly. Milyen emlékeket őrzöl arról a tavalyi fináléról? Vegyes érzelmeket, egyrészt azért, mert döntőbe játszhattam, ez boldogsággal tölt el, másrészt pedig az, hogy sajnos nem tudtuk megnehezíteni a Kaposvár dolgát, ez egy kicsit csalódás volt, de ezt remélem majd idén kárpótoljuk. Mit tud a Kaposvár? Komplett játékosaik vannak, minden egyes posztra. Vegyük azt, hogy ott van a feladó átló pozícióban Baroti Árpád, feladóban Magyar Bálint, többszörös magyar bajnok, centerben két külföldiük van, egy orosz és egy kubai légiósuk, négyes helyen pedig két magyar játékosuk van, aki szintén stabil. És bármilyen helyzetben ők tudják hozni azt a 70%-80%-os tudásukat. De ezt kihasználva nálunk fiatal játékosok vannak, és van egy-két hullámvölgy szetten belül is, és mind a mérkőzésen is. Ezt a hullámvölgyet, ha kicsit ki tudjuk egyenesíteni, akkor lehet esélyünk. Mérkőzés közben egyébként a hálón túlról van valamiféle mentális hadviselés? Van, mindenképpen van. Ilyen szúrós tekintetek? Szúrós tekintetek, igen. Kis piszkálódások minden egyes kis pont után, hogyha leblokkoljuk az ellenfelet, akkor nyilván átnézünk, hogy na, mi van, leblokkoltalak, gyere következőre. Akkor már ő is, az ellenfél is felspanolódik, hogy na, ez leszedett, menjünk vissza, akkor add ide. Tehát miközben száll a labda, és ugrátok a közben, meg kezelitek a labdát, a közben azért nagyon komoly mentális csata megy, is van. Megy. Ezt a legjobban az argentin feladónk tudja csinálni, minden egyes pont után átbeszél, úgymond a feladónak, és próbálja megtörni a mentális erejét az ellenfél feladójának, hogy hibát védsen. Többé-kevésbé össze szokott jönni amúgy neki. A bajnoki döntő, ugye 16-án kezdődik, a Kaposvár otthonában kezdtek, és aztán április 19-én Mávelőre Foxconn Kaposvár. Készen áll a csapat a döntőre? Én úgy azom, hogy készen áll. Egy-két apró kis hibát még ki kell javítanunk, de hát az már csak a meccsen lehetséges, mivel edzésen már nem tudunk semmi újat tanulni. Mindenki tudja, hogy kell röplabdázni. Itt igazából a mentális része, hogy ki mennyire lesz felkészült, ki mennyire akarja ezt, ki mennyire hisz abban, hogy mi meg tudjuk nyerni. Hát nagyon-nagyon szurkolunk nektek. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a beszélgetést. Hajrá Mávelőre. Ez volt már a Bajnokok Városa. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.